Áldott új évet kívánunk, szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Evangélikál csoport csatornáján. Én Tóth Krisztián vagyok, és idéntől is igyekszünk havonta, pár havonta jelentkezni. Most már rövidebb formában, ilyen egy órán belüli beszélgetéseket tervezek, podcast anyag formájában is, reméljük lehet majd hallgatni. Férfiakkal vagyunk így együtt, férfi témában, konkrétan ma arról fogunk beszélgetni, hogy mi a helyzet a férfiakkal a keresztény egyházban, és mik azok a hasznos, jó eszközök, szolgálatok, és itt fogunk beszélni a Szolkon férfi misszióról is külön, amelyről úgy gondoljuk, hogy áldás és építő lehet mindazoknak, akik meghallgatjátok ezt a beszélgetést, vagy pedig tovább külditek. Ahogy mondtam, Tóth Krisztián vagyok itt az Evangélikál csoporton és az Axiom Alapítványnál csinálok podcast beszélgetéseket, videóbeszélgetéseket, és köszöntelek szeretettel benneteket, így névsorban Kozma Ferenc, lelkész, szia Feri, újpalotai református gyülekezet tagja, Nagy Péter, szervusz Peti, szintén lelki pásztor, a Ramocsaházi református gyülekezet vezetője, és Varga Attila, testvérünk, földmérő és a Szolkon oszlopos tagja. Szia, Ati! Sziasztok! Mehet a Feri, Peti, Ati megszólítás? Tökéletes. Nagyszerű, nagyszerű. Na, hát akkor vágjunk is bele, és itt a kezdő kérdésünk az így hangzik, hogy szerintetek mi a helyzet most jelenleg a férfiakkal az egyházban? Tudom, nem egy könnyű bevezető kérdés, de akár követhetjük ezt a sorrendet, hogy Feri, Peti, Attila. Hogy látjátok most a férfiakat az egyházatokban, gyülekezeteitekben? Ugye 10 éve kiadtak egy ilyen könyvet, hogy hova tűntek a férfiak a gyülekezetekből, lehet, hogy valamelyikőtök olvasta, én most nem ezt hoztam, hanem egy kicsit később. Én a Férfi a Biblia tükrében, ez egy KIA kiadás, erről, ebből majd néhány gondolatot vetnék föl. De akkor kezdésként, ti hogy látjátok magatokat és a férfi társaitokat az egyházban? Hát akkor kezdem én is, és csak azzal a megállapításra, hogy ez azért a ifjú koromtól, tehát mondjuk az első lelkipásztori szánypróbálgatásomtól kezdve egy kísérő jelenség, hogy általában a férfiak vezették a gyülekezetet, vagy elfoglalták azt a vezető pozíciót, ami hagyományosan az övék lett volna, és ugyanakkor a gyülekezetnek a tagsága, vagy az aktívabb tagság az néha 70, néha 80%-ban hölgyekből állt. Bármilyen olyan gyülekezetben, ahol megfordultam, ahol tagként vagy lelkipásztorként voltam, néha a férfi padsor, hogyha külön volt, akkor sokkal szűkösebb volt, mint a női padsor. És hát ehhez talán még az jön hozzá, hogy ugye mi egyházunk ez megengedi a női lelkészséget, illetve női presbitereket választunk, és egyre könnyebb hölgyeket találni erre a pozícióra. Ez nagyon érdekes, hogy behoztam. Ez egyfajta irány, amit megfigyeltem. Igen, Egy jelenség. Ne feledd szavat, csak tovább. Spoiler így a hallgatóknak, hogy februárban tervezek egy olyan beszélgetést, ami pont ebben lesz, hölgy vendéggel is, hogy mi a helyzet a női lelkészséggel a különböző gyülekezetekben, felekezetekben, és akkor kérlek csatlakozz vissza, és folytasd a gondolatmenet. Azt hiszem, hogy ezt a labdát ezt most dobnám akkor a többieknek, hogyha népsor szerint megyünk, akkor Petinek, hogy Ramocsaházán mi újság van. Peti, hogy vagytok ezzel a kérdéssel? A könyvnek a tartalmát, viszonylag régebben olvastam ezt a könyvet, hova tűntek a férfiak a gyülekezetből, és akkor is a cím akkor úgy nagyon melbevágó volt. És a válaszom az, hogy hál' Istennek nem tűntek el, de ez nem egy ilyen lenyugtató válasz, hogy akkor semmi gondunk, mert ott vannak. De azért azt kell mondani, én falusi lelkészként azt látom, hogy nem tűntek el, de háttérbe húzódtak. Ez jelenti azt is, hogy egyrészt a falun belül is szerintem, tehát egy nagyfokú átalakulás ment végbe az elmúlt 10-20-30 évben, és nyilván a gyülekezeten belül is. Más módon aktivizálódtak, mindig is más módon aktivizálódott a férfi, mint a nő, és talán az egyházi életünknek a jelenlegi sokszínűség az inkább kedvez a női
vonalnak a kidomborításának. Minden mellett, hogy igen, ez egy nagyon fontos megállapítás, amit Feri mondott, hogy az egyházunk vezetésében, vagy a gyülekezeteink vezetésében mind a mai napig férfiak vannak jelen. Hova tovább? A presbiter választás most zajlott a református egyházban, és nekünk az előző ciklus óta volt először 500 éve, vagy majd 500 éve női presbiterünk a gyülekezetben. És ez egy egészen különleges kihívás volt annak a két női presbiternek is, meg nyilván a többieknek is, meg ugye az egész gyülekezetnek is, hogy ők úgy vállalták, meg úgy vannak benne jelenleg is, hogy tudják azt, hogy pontosabban hiszik azt, hogy ha férfiakból lesz elegendő, akkor ők minden további nélkül és legnagyobb békességgel visszavonulnak a presbiterségből, hogy a helyükre rendeződjenek a dolgok. Tehát ezt biblikusan így látjuk, így látják. Most szükségállapot van, és talán ez a kérdésnek a létjogosultsága, hogy a szükségállapotban honnan szedjük elő majd a férfiakat. Én azt gondolom, nálunk ami kezdődött, az egy alulról jövő kezdeményezés volt. Még az elődöm idejében, tehát 11 néhány évvel ezelőtt kezdődött, hogy férfiak barátkozni kezdtek egymással gyülekezeten belül, aminek nem volt gyülekezeti kerete, csak az, hogy gyülekezetben is találkoztak, és az ő két-három embernek a baráti köréből, akik pedig nem gyülekeztagok, őket is beszólították, bevonták ebbe a baráti közösségbe, baráti körbe, és ez így növekedett fel odáig, hogy most már az egyik legstabilabb és tényleg azt tudom mondani, hogy legösszetartóbb közösségünk a gyülekezeten belül, az egy férfi kör, 9-10 taggal, akiknél abszolút azt látom, hogy amikor alkalom van, havonta egyszer találkozunk, akkor abszolút minden más háttérbe tesznek, és ott vannak. Még látunk olyan kis közösséget a gyülekezetben, ami fellángol egy kicsit, és akkor jaj, ha most kimarad, az nem olyan nagy baj, és nincs olyan összetartás benne. Tehát én azt gondolom, hogy ez fontos látni, igen, nem, tehát nincsenek jelen a gyülekezeteinkben úgy, mint a hölgyek, az asszonyok. Talán már azt mondom egyébként a fiatal korban sem. Egy ifire is sokkal könnyebben eljönnek a lányok, mert könnyebben eljönnek, nem tudom miért, de azért még a hittanon még nem lehet különbséget tenni, hogy legalábbis ott teljesen lefedje az arány azt, amit a faluban látunk, hogy fiú és lány arány. Ifis korban ez már változik. Tehát nem tűntek el, de valahonnan elő kell őket szedni, mert elbújtak, vagy háttérbe léptek. Nem mondom, hogy szorultak, de szerintem inkább engedték maguk elé a többieket. Érdekes, amit mondasz, és az is, hogy fővárosban is ez a helyzet, és ugye vidéken is. Most itt vagyunk ketten, akik közel vagyunk, vagy éppen fővárosiak, ugye Feri Budapest, én itt Székesfehérvár és a Velencei tó környéke, de ingázom Budapestre sokat, és akkor vagy te és Ati, akik, bár Ati, te is közel vagy egy nagyvároshoz, ugye Szegedhez vagy közel, mi a helyzet felétek, nálatok, hogy látod a férfiak helyzetét így a keresztény közösségekben? Érdekes módon egész hasonló, mint amit a fiúk mondtak. Én 18 évet értem meg, és akkor egy olyan gyülekezetbe jártam, aminek női pásztora volt, és többségben is voltak a nők. Aztán Szegeden találtam egy korosztályonak megfelelő, szintén azon az egyházon belüli közösséget, ahol egy házaspár vezette, de inkább a nő volt aktív. Később a vége felé a férje is rendesen jobban beleállt a szolgálatba, és többen is voltak a csajok, mint mi fiúk. Ez problémát okozott, mert ott akörül találkoztam a szolkonnal, és akkor ugye legyen a környezetedben férfi kör, hát ha mindenki eljött volna, és nagyon vékony lett volna, de nem jött el senki a közösségünkből, és durván egy másfél hónapja csatlakoztam családommal egy szegedi gyülekezethez. Ott sokkal jobb az arány, azt látom, és valószínűleg többen vannak a hölgyek, ha most így őszinte akarok lenni, akkor azt mondom, hogy létszámban talán többen vannak. Viszont így az aktivitásban, feladatvállalásban én úgy gondolom, hogy azért a fiúk talán, hát mondjuk 50-50% vagy picivel többen vannak. Úgyhogy én ezekből a három közösségből ezt a tapasztalatot láttam. Hadd dobjak be néhány olyan témát, amihez kíváncsi vagyok, hogy hogyan szólnátok hozzá. Itt ez az említett könyv, a Férfi a Biblia tükrében, arról ír, hogy a valódi férfiasság az nem az erőn mérhető le elsősorban, bár mindjárt fogunk itt a fizikai dolgokról is beszélni a szókon kapcsán, hanem az itt tárgyalt 20 bibliai irányelven, mindjárt ismertetem őket, vagy néhányat, melyek Pál apostol Timóteusnak és Titusnak írt leveleiből valók, például a hűség, a jó hírnév, erkölcsi
tisztaság, tehát hogy nem flörtölgetek, nem vagyok pornófüggő, a beszédemre figyelek a Szentlélek által, akkor egyfajta kiegyensúlyozott élet, akár a pénzügyi területen, akár a testedzés vagy az étkezés területén, bölcsesség, Isten igazságát vonzóvá tételre való készség, gondolom itt az evangelizáció, megosztani másokkal, amink van, tehát nagy lelkűség, akkor tapintatos kommunikáció mértékletesség, az önzés legyőzése, a harag helyes kezelése, ICC-n is van erről szó, az is egy másik nagyszerű férfi missziós program sorozat. Itt az Evangélikák csoportban is beszélgettünk már ICC és Arise témában, majd belinkelem. Akkor a romboló magatartás elkerülése, méltányos bánásmód, békességteremtés, nagy lelkűség, Isten szerinti apaság és férjség, Isten iránti szeretet, igazságosság, egyenesség, szent élet és fegyelmezettség. Na, mégiscsak elmondtam mind a 20-at így futtában. Van-e bármelyik, amire akár csatlakoznátok, akár még így a bevezető kör után, így a témában, ami most nektek így fontos az életetekben, és a férfiasságotoknak egy olyan részét képezi, amiben úgy hiszitek, hogy Isten tanít, formál, és akkor hamarosan rá fogunk kanyarodni a szólkorra, de előtte még akkor maradjunk így ennél az általános témánál. Most akár mehetünk visszafele, Ati, Peti és Feri, és egymásra is reagálhattuk nyugodtan. Pedig lapítottam volna egy kicsit, hogy mit mondanak a srácok. Hát, ami nekem nagyon mellbevágó, én most a családon belül nekünk egy nagyon mély pontunk volt, 15 éve vagyok házas, 7 évnél majdnem elváltunk, és ott igazándiból Isten kegyelme és a kettő egyenlő családsegítés házas misszió, házas kurzusa volt a fordulópont, ami gyakorlatilag teljes fordulást hozott az életünkbe, de és jó. ott ezek közül a témák közül, amiket dobáltál, elég sok előkerült. Tanulom a mai napig, és nagyon örülök neki, hogy kurzusvezető lettem itt, mert évről évre, amikor előkerülnek ezek a témák, akkor látom azt, hogy sokat számít az, hogyha újra rámegyünk. És ezen belül most egy szűk keresztmetszet lett az apaságom. Három lányom van, és ebből 5-től 14 évesig, és a 14 évessel nagyon-nagyon szétcsúszott a kapcsolatom az elmúlt időszakban. Nagyon sok mindent nem úgy csináltam, ahogy kellett volna, legjobb szándékom ellenére. Hozott ajándékok, egyéb dolgok, amiket az ember családjából máshol, akarva, akaratlanul. És most nekem ez a terület, ami nagyon előtérbe került, a Süveges Gergő apakulcsát most másod gyerek csinálom egy új férfi csapattal, és nagyon-nagyon áldott. És egy óriási lehetőséget kaptam Istentől, hogy találkozok a kamaszommal még mielőtt elmegy, elrepül, és nagyon hálás vagyok ezért, mert az Isten képe az nagy mértékben ugye az apától függ, és eltávolodott Istentől miattam. Ő nagyon sokat imádkozott értem, és én nem változtam az elvárásainak megfelelő ütembe, és elhagyta a reggeli bibliaolvasást, elhagyta a reggeli mai forgatását, mert hogy Isten nem foglalkozik vele, nem válaszol neki. Úgyhogy ez a téma engem nagyon megérintett, és hálás vagyok Istennek, hogy másfél hónappal ezelőtt egy új közösséget kaptunk, ahol korának megfelelő közösségbe teljesen integrálódott szinte azonnal, de jó. és ott nagyon sokat segítettek neki, hogy visszaforduljon a kapcsolata Isten felé, és az ő változása is segíti azt, hogy mind a kettőnkben van egy változási hajlam, és ezt Isten nagyon megáldja. Úgyhogy így ez a terület az, ami igazán fontos, és akkor majd, ami majd még jön elő, akkor azt majd még hozzáteszem. Köszi, és kitartást, sok erőt, áldást. Szerintem én nem vagyok még apa itt a csapatban, itt mindannyian férjek vagyunk, de ti még apák is. És érdekes ez a 7 év, amit említesz. Mi most vagyunk 7, vagy leszünk 7. éves házasok. Érezzük a terheket, meg amiről beszélsz, úgyhogy hát Istenben bízunk, és fontosak ezek a házas alkalmak, házas hétvégék. Igen. Peti, bármi, ami neked közel jött. Közel jött az egész könyv, megmondom az őszintén azt is, hogy miért, mert mi ezt veszük a férfi körünkön most. Tényleg? Igen, igen, tehát most járunk majd, tizen, igen, 15-16. rész, tehát már viszonylag a vége fele járunk. Nagyon-nagyon tartalmas beszélgetéseink voltak. A férfi körön a legélesebb, amire több alkalmat is szenteltünk, az a harag, a haragkezelés. Az, ahogyan azt gondolja egy férfi, hogy ez csak
ez csak bizonyos fokú férfiasság, hogy én felemelem a hangomat, vagy én úgy beszélek, hogy, és közben meg nem érzem azt, mert miért érezném azt, gondolom én magamban férfiként, hogy igaz, megbántom vele a másikat, vagy akár csak a mondjuk olyan dolog, ami az életemben olyan volt, hogy másokkal szembeni olyan fajta udvariasság, ami talán túlment olyan módon, hogy személyesebbé tette a kapcsolatunkat, és ez nyilván a feleségem számára nem volt érthető, vagy nem volt könnyen feldolgozható, hogy miért vagy te azzal a másikkal ennyire kedves, és felé meg, mintha nem azt mutatnád ki. És ez a fajta haragkezelés, amivel, hát azt gondolom, hogy így visszagondolva a csapatunkban mindannyian érintettek voltunk, tehát nem volt olyan, aki azt mondta, hogy ja, hát nekem ezzel nincsen gondom, én egy szelíd lélek vagyok. Tehát azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon éles dolog volt, amit meg kellett beszéljünk egymással. Hál' Istennek, mire oda jutottunk, addigra volt olyan kapcsolat közöttünk, meg van olyan kapcsolat a csapatban, hogy nagyon-nagyon őszintén tudtunk beszélni. És ez hozta ki a másik dolgot is, az pedig az apa kép, az apa kapcsolat. És igen, nekem ez most személyesen is így van. 2 évvel ezelőtt, vagy hát 1,5 évvel ezelőtt gondoltam egy nagyot, és elvittem a fiamat egy hétre Németországba vonatozni. Ketten hátizsákkal elindultunk, és akkor vonattal elmentünk a tengerig, meg haza, közben egy-két dolog. És akkor úgy voltam, és szándékosan úgy készítettem magamat, hogy ez egy olyan apa-fia alkalom lesz, és akkor majd nagyon jókat fogunk beszélgetni. Hát ehhez képest nem mindig sikerült olyan nagyon jókat beszélgetni, tehát én egy kicsit őszintén mondtam, és feleségem, egy kicsit csalódottan értem haza, én azt gondoltam, hogy 5 nap alatt azért csak lesz valami mélysége, vagy nem tudom, magassága ennek a dolognak. Lehet, hogy én vártam, sőt, most már tudom, hogy én vártam úgymond sokat, mert a fiamban most látom azt az érettséget, amit ő most dolgozza fel igazából azokat, amik ott történtek, 1,5 év után. Amit én ott akartam, hogy na gyorsan is, és lenyomni a torkán, ő neki most nyílt az itt, most lesz idén 14 éves, és most kezdi ezeket. Ugyanakkor egy csomó olyan dolgot látok benne most, amire akkor emlékszem, hogy a beszélgetésünkben sor került. Tehát igen, ezek között nekem most a közösségünkben a harag volt, a más pedig a személyes életemben az apa kép. Nekem még 2 lányom van a fiamon kívül, ők a kisebbek. Ők most még nagyon tudnak sztárolni apaként engem, tehát még apa minden. Azért a nagyfiunknál már látunk olyan bizonyos kamasz jeleket, nem is A keveset, kritika, ugye? Megvan a amikor... kritika. Hát, ha még a kritika lenne, de inkább az, hogy apa semmit, nem értesz semmit, nem tudsz, ez már Bevállás. nem kritika, hanem már teljesen a másik oldal, de ő benne még nagyon hamar pontosan, még nagyon hamar visszafordul az a gyermeki, én bízom benne a gyermeki hit, és remélem, hogy a jó, hogyha kegyelmes lesz hozzánk, hogy rövid lesz ez az időszak, míg átalakul ez. Ez egy komoly, én azt gondolom, ez egy talán olyasmi, mint egyfajta testi-lelki újjászületés, és nagy kegyelemnek tartom azt, hogy ennyire Isten közelében tudja ezt ő megélni, és nem valahol a világ végén, úgymond. És bízom benne, hogy ebben tudjuk őt segíteni. Lelkész gyerekként belegondolni se tudok, mert én nem vagyok lelkész gyerek, csak apaként vagyok lelkész, de lelkész gyerekként szerintem sok, sok tekintetben hátrányos helyzetben vannak. Tényleg nagyon, nagyon nagy bölcsesség kell. Ugyanazt a hibát ne kövessem el vele szemben, hogy mondjuk a többi fiatallal látványosan többet foglalkozok, mint amit a feleségemmel elkövettem, hogy más emberekkel többet foglalkoztam, mint ő vele. Tehát azt gondolom, ez egy jó tanulság volt ott mi házasságunkban, és ezt most szeretném apaként nem elkövetni a gyermekeimmel. Köszi. Harag, házasság, apaság, nagyon fontos témakörök, hogyan kezeljük őket. Feri, számodra. Így van. Akkor egy kicsit hadd kapcsolódjak meg, hadd biztassalak benneteket, de én vagyok az most ebből a társaságból, aki nem csak hogy szülő, hanem én lassan már túl is vagyok rajta. Tehát a legkisebb is 18. És most volt egy nagyon szép karácsonyunk közösen. Ugye van, aki már nem is lakik itt, van, aki már megnősült. És tele volt a házunk, mert hogy jött a menyem is, a középső fiam hozta a barátnőjét, őnek is készítettünk itt szállást, és hát itthon volt a lányom is, és olyan értékeket láttam megvalósulni az életükben, hogy ezek alatt, az évek alatt én mindig azt éreztem, hogy
nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna, hogy annyi mindent elmulasztottam, hogy rosszkor voltam haragos, rosszkor voltam közömbös, és aggódom is, még a mai napig, és nagyon imádkozom értük, és mégis láttam azokat visszaköszönni, ami máshogy nem szokott természetes lenni, és ő bennük pedig őszinte, és már felnőttként ebben élnek, és ezt vállalják, és még csak azt sem mondom, hogy mindannyian hívők. Tehát van, akiért még nagyon-nagyon szorítunk, hogy vajon merre indul Krisztussal, de benne is azt láttam, hogy amiket megpróbáltam, vagy fontosnak éreztem átadni, az így visszaköszön, visszacsillan, teljes természetességgel. Úgyhogy Isten kegyelmesebb, mint amilyen jó apák mi vagyunk. Úgyhogy hajrá! A haraggal kapcsolatban engem Isten megítélt azzal kapcsolatban is, hogy néha a harag vagy erőszak helyett egyszerűen kimenekül a férfi, kimenekültem én helyzetekből. Tehát nem vállaltam föl azt, hogy valamibe beleálljak, hogy valamivel kapcsolatban a feszültséget vagy a konfliktust vállaljam, hanem inkább menekültem egyfajta közömbösségbe, hogy csak csend legyen körülöttem, csak nyugalom legyen körülöttem. És hát egészen őszintén ezt gyakorolni, hogy beleálljak helyzetekbe, ezt a feleségemmel a legkönnyebb. Peti, megint csak amit mondtál, tehát azt kell megtanulnom, hogy úgy tudjak beleállni helyzetekbe, hogy az korrekt legyen, a helyén legyen, hogy ne haragos legyen, hogy ne agresszióba csapjon át a közömbösség, hanem konstruktív módon kezeljem ezeket a dolgokat. Olyasmi, amit elképesztő, hogy most kell megtanulnom, vagy most még gyakorolnom kell, és nem 20 évesen jöttem rá ezekre a dolgokra. De ugye a haragnak a másik oldala számomra egy erőteljes figyelmeztetés. Illetve szerintem nem fogtuk még föl teljes egészében, hogy mit jelent az internet megjelenése a férfiak világában és a férfiak életében, meg Istennel való kapcsolatában, illetve mit jelent a pornográfia. Szerintem ez egy óriási kísértés mindannyiunknak, és nem kerülhetjük meg. Tehát az a fajta tisztaság, azt gondolom, hogy most sokkal több helyen van támadásnak kitéve, mint akár csak néhány évtizeddel ezelőtt. Tehát ingyenesen és akadálymentesen és anonim módon hozzáférhető az, amit még emlegetnünk sem kellene. Itt én, bocsánat, hogy közbeszólok, itt látok egy összefüggést a háttérbe vonulással kapcsolatban, mert szerintem, amikor a férfiak akár gyülekezetből háttérbe vonulnak, vagy akár családon belül háttérbe vonulnak, akkor ebben a háttérvilágban találják meg ezt a töménytelen mennyiségű interneten hozzáférhető dolgot, és ahogy mondod, anonim módon. Igen. Nekem még meg kellett tanítani annak idején, mit jelent a böngészési előzményeknek a törlése, igaz? Ma meg már az összes böngészi úgy van megcsinálva, hogy hívják, ezek, ez a privát böngészésre van beállítva, tehát hogy nem is marad nyoma, legalábbis te azt gondolod, hogy nem marad nyoma, mert én azt gondolom, milyen mély nyomot hagy az emberben benne, az, amit lát, amit vizuálisan lát, és ez zajlik a háttérben, tehát innen kell valahogy a férfiakat előhoznunk, és nem szabad, és nem is kell, hogy áltassuk magunkat, hogy a gyülekezeteinkben is ez valóságos téma, ez nem a világban probléma, hanem ez a gyülekezeteinkben valóságos téma, és ezt látom hittanon a 6-os, 7-es, 8-os, ott nem már minden van, de 6-os, 7-es osztályokban, hogy mennyire ott van már ez a dolog az ő életükben, kezükben a telefon folyamatosan, és hát látjuk, tudjuk, hogy ez óriási veszély. Így igaz. És én is látom a gimiseimnél, szintén hittanom, biblia ismeretből, 9., 10., 11., 12., elképesztő, hogy mi mindent okoz. Ez az online függés, amiben behúzott minket a virtuális világ, és ennek minden áldásával és nagyon sok átkával, ami most felmerültek. Ati, van-e bármi gondolatod még akár? Akkor én azt mondom, hogy kanyarodjunk rá a beszélgetésünk második felében a szolgóra most már konkrétan, mert úgy vagyunk itt mind a négyen, hogy évek óta több kihíváson túljutva, és szívünkhöz nagyon közel áll ez a nemzetközi és hazánkban is jelenlevő
férfi missziós eszköz, most így mondom, aztán ti is elmondhatjátok, hogy számotokra mit jelent. A hallgatóknak, akik nem hallottak még a szolkonról, ez egy betű szó, vagy hát össze van téve két kifejezés, szól, mint lélek, kon, mint kontroll, lélek, kontroll, ami ennek a missziónak a célja. És most itt mi négyen beszélgettünk, titeket hármatokat sikerült meghívnom, de egyébként meg szeretném említeni még egy pár olyan srácot, aki szintén itt lehetne, akár is beszélgethetne, tehát Barabás Péternek is nagyon sokat köszönünk, Petinek is évek óta, a kezdetekkor különösen Ádám Zsolt és Boda Szilárd, ha majd néztek minket, üdv nektek, és az erdélyi szolkonos csapatnak, és köszi, hogy ti is vállaltátok volna, vagy akár most ennyien tudtunk itt elférni, de akár lehet majd egy újabb beszélgetés. Most átadnám nektek a szót, és kérlek titeket, hogy mindannyian meséljétek akár el, hogy hogyan kerültetek kapcsolatba a szolkonnal, és mit jelent számotokra, és konkrétan mi az, amit ad a szolkon egy olyan férfinak, aki keres megoldásokat, társaságot, segítséget, férfi testvéreket. Sziasztok, srácok! Hello! Peti vagyok. Én meg Roli vagyok. Veszprémből üdvözlünk titeket, és szeretnénk pár mondatban elmondani nektek, hogy miről is szól a Szolkon 6-7-es kihívás. Tulajdonképpen az a lényege, ami maga a Szolkon szó is, amiből ered, ugye soul control, az angol kifejezés azt jelenti, hogy a léleknek adjuk át a kontrollt. Tehát igyekszünk minél több teret adni annak, hogy a Szentlélek tudjon dolgozni bennünk, és megpróbáljuk legyőzni azokat a testi vágyakat, amik megakadályoznak minket abban, hogy minél jobban figyeljünk a Szentlélekre. Mindenkinek más ez. Oké, van akinek éppen a lustaság, van akinek a túlzott munka, van akinek az étvágya, a testi kívánsága, van akinek a szexuális kísértések, mindenkinek más. Ez a 6-7-es kihívás segít nem csak fizikailag, hanem lelkileg és érzelmileg is erősödni, ez egy megmérettetés, ugyanakkor nem csak kihívás és megmérettetés, hanem tényleg erősödünk, megtanulunk Szentlélek irányítása alatt él. Hogyan is van ez? Tulajdonképpen ez egy eszköz, amit használunk, és ennek az a lényege, hogy olvassuk a könyvet, ami az alapja az egésznek. Tehát meg lehet csinálni a könyv nélkül is, de higgyétek el, hogy nem érdemes, sosem nem ugyanaz. Tehát olvassuk a könyvet, és a könyv alapján haladunk hétről hétre. Minden hétnek van egy témája, és minden nap van valamilyen különleges kihívás, ami igyekszik kitolni mindig egy kicsit a határaidat, igyekszik kicsit mindig olyan helyzetbe hozni, amiben egyébként, hogyha maradnál a kanapén, akkor biztos, hogy magadtól nem mennél bele. Nagyon fontos, hogy a fizikai kihívások, megmérettetések, feladatok, legyen az a reggeli 40 fekvőtámasz, a heti 2x5 km séta vagy futás, bármit is tegyünk, nem azért, és nem csak azért van, erősödjünk, fittebbek legyünk, hanem megtanuljunk belőle valamit. Megtanuljunk belőle valamit Jézusról, megtanuljunk valamit belőle magunkról, hogy a Szentlélek hogyan irányíthat minket. És sosem csak a fizikai része az egészben a kihívás, hanem mindig van egy lelki tanúság is. Van egy része, ami a fizikai feladatokról szól, ami egy tekinthető edzéstervnek is, mert van egy nagyon jó edzésterv hozzá, van egy füzet, ahol ezeket vezeted, és nézed azt, hogy fizikailag is hogyan változol a 6 hét alatt. Szeretnénk tanítani titeket, szeretnénk mi is megtanulni azt, hogy hogyan kell egészséges életmódot élni. Miért? A testünk a Szentlélek temploma. Szeretnénk figyelni erre, hogyha neked az a szükséged, hogy fogyjál, vagy hogy erősödjél, mi ebben bátorítunk, és támogatunk, és segítünk titeket. Illetve ugye az a küldetésünk, hogy menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népeket. De hát hogy menjünk, ha nem bírunk? Hogy menjünk, ha lusták vagyunk? Hogy menjünk, hogyha fizikailag képtelenek vagyunk rá? A fizikai rész mellett van egy lelki része is a dolgoknak. Minden napot úgy kezdünk, hogy elolvasunk egy áhítatot a könyvből, tehát a könyvnek is van egy lelki tartalma. Tanulmányozzuk Isten igéjét minden nap, és a napunkat úgy kezdjük, hogy a Jóistenre hangolódunk azáltal, hogy elmondjuk a mi atyánkot, és imádkozunk minden nap a Jóistenhez azért, hogy úgy indítsuk a napot, hogy már eleve ráhangolódtunk. A 6-7-es kihívásban nagyszerű dolog az, hogy nem egyénként, nem egyedül, nem csak ketten-hárman, hanem világszerte, globálisan több ezren csináljuk egyszerre. Nagyszerű érzés számomra is tudni azt, hogy reggel, amikor felkelek, és letérdelek, és hangosan elmondom a mi atyánkat, és imádkozok magamért, családomért, értetek egymásért, akkor tudom, hogy több száz, több ezer férfi teszi ugyanezt,
Lehet, hogy éppen nem egyszerre, mert Ausztráliában vagy Amerikában teszik, de aznap ők is így kezdik a reggelüket. És van Magyarországon is egy csapat. Ugye a Facebook oldalunkon látjuk, hogy ki mit oszt meg, látjuk azt, hogy kinek milyen tapasztalata van, ki mivel küzdik, ki milyen imakéréseket kér, hogy éppen ki mivel tudja támogatni a másikat. Úgyhogy nagyon fontos, hogy itt mi is Magyarországon is megosztjuk egymással ezeket a tapasztalatokat, és a 6-7-es kihívás alatt minden héten, keddenként pedig online találkozunk, és egy áhítat keretén belül tanuljuk Isten igéjét, és beszélgetünk, megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. Tehát arra hívunk titeket, és várunk titeket is, hogy csatlakozzatok ti is ehhez a Szolkon kihíváshoz. 6-7, 42 nap, nem egyszerű, de itt vagyunk, és Szentlélek erejével mindenre van erő. Na, hát akkor a kérdés adott, bárki kezdheti, ura. Én a Covid alatt találkoztam a Szolkonnal. Igen. A Covid alatt alapvetően sok dolog az internetre került, többek között a gyülekezeti közvetítéseink is, és ahogyan rendezgettem a videókat, meg próbáltam a sajátjainkat is, hogy akkor hogy mind indul, akkor Facebookon találtam igazából rá, és rájöttem, hogy én erről már hallottam egy lelkésztárstól, hogy van ez a Szolkon, és hogy ez egy 4-7-es, 6-7-es kihívás, van hozzá könyv is, kerestem a könyvet, és akkor így akadtam rá holnapra, tehát igazából az internetnek a jó oldalán keresztül találkoztam a Szolkonnal, mindamellett, hogy mondom, már hallottam is róla, és pont úgy volt, hát most már nem emlékszem pontosan, hogy tavaszi időszak volt, amikor indult a 2020-ban, jól emlékszem, igen, 20-ban a Szolkon, amire beneveztem teljesen ismeretlenül egyedül, és az első dolog, amit nekem adott, az egy nagyon-nagyon jó rendszerezettség az életemnek. Fizikai, testi, lelki, szellemi. Olyan módon, hogy ezt tudtam, hogy hát most nem a reklámhoz kapcsolódik, mert tudtam, hogy ezt nem fogom tudni teljesíteni. Uh-huh. Mert olyan fokú rendszerezettségem az életem, én életemben nem volt jelen. De tudtam, hogy ebbe az irányba akarok elindulni, és azt is tudtam, hogy az Isten ezt fel tudja nekem használni. Akkor úgy voltam, hogy az első kihívás végig csinálom, és akkor meglátom, mi fog változni. És az változott, hogy a harmadik héten már csak szemlélője voltam a dolgoknak, és azt én jól titokban is tartottam egy darabig. Aztán mondom, a Böcsület úgy kívánja, hogy mondja meg a csapatnak, hogy én már csak nézem, csinálni már nem csinálom. És így ment le az első kihívás. És ha már megemlítetted a nevét, Barabás Peti volt az, aki rám írt személyesen, és nagyon-nagyon pozitívan bátorított, biztatott arra, hogy amennyit én beleteszek, annyival fog tudni gazdagodni belőle. Tehát ha csak nézőnek maradok, akkor maradja csak nézőnek, de fel ne adjam. Mert úgy voltam vele, hogy akkor énnek miért nem, akkor kiszállok belőle, és akkor majd egy mások, de fel ne adjam, úgyhogy így megmaradtam nézőként, és szerintem azt hozta, hogy a következő alkalomra azzal a hozzáállással tudtam elindulni, hogy valami megváltozzon, valami legyen. Közben jött nekem, én magam is bekerültem a Covid-ba, tehát volt egy ilyen állapotom is, és közben eljutottam az XCC-re a gyógyulás után, ami nekem nagyon nagy kegyelem volt, hogy előtte néhány hónappal még a levegőt kapkodtam az ágyon is, vagy hát nem kapkodtam, mert nem kaptam, utána meg az XCC-n más módon kapkodtam a levegőt, de ezt nagyon nagy ajándéknak éltem meg az Istentől, hogy felépített, megerősített. És akkor éreztem meg azt, hogy igazából a Szolkon az egy hosszabb és rosszabb XCC, de nekem ez az minden majdnem még ez az olyan fokú támogatást, erőt, úgyhogy a srácokkal, akikkel együtt csináltunk a Szolkont, nagyon-nagyon kevesükkel találkoztam. Attillával itt vagyunk együtt, másfél-két éven keresztül csak így láttuk egymást, igaz, mire végre találkoztunk egyszer, meg azóta már még egyszer, de mégis olyan dolog, és ez a másik dolog, bocsánat, rövid leszek utána, a második dolog, amit adott, az egy hihetetlen közösség, amit én nem gondoltam, hogy megkaphatok. Az interneten keresztül, amikor mondták, hogy áhítat, meg imádkozási, meg micsoda, hát hogy lehet egy számítógép előtt leülni, ott imádkozni, meg nem tudom mi, és mind a mai napig, amikor kihívásba belevágok, akkor ez a legjobb része, amikor hétfő esténként van a közös beszélgetés, áhítat, és csütörtök reggelente meg az ima közösség. Nekem ez a fajta rendszerezettség állt olyan módon bele az életembe, hogy
ezt azóta is tudom csinálni, akkor is, ha nincs szolgon kihívás, akkor is a hétfőm estém és a csütörtök reggelem mindig másabb, mint az előtt volt. Óriási dolog az, amikor egy férfi, egy keresztény hívő tud bátorítani egy másik férfit. Az biztos. Én is átéltem ezt az általad említett Barabás Petitől is, és másoktól is, sok más testvértől, és ez egy nagyon jó dolog. És itt nyugodtan adhatunk reklámot a Szolkonnak, lehet, hogy olyan reklámja lesz, mint mondjuk az XCC-n is azt szoktuk mondani férfiak egymásnak, gyere el, nagyon kemény lesz, nagyon rossz lesz, de a végén jó lesz. És a Szolkon műfaja az nem annyira tömény, nem 3-4 napra koncentrálódik, hanem ugye egy hónapra, másfél hónapra, 30-40 nap különböző módokon, és beépíthető a napi rutinba, ez még egy nagy előnye. Hogyan tudtátok beépíteni Feri, Attila a napi rutinotokba, és akár a lelki rész mellett a fizikai dolgokat, tudom, Ati, neked ez különösen fontos a futás tekintetében, nagyot fejlődtél az utóbbi pár évben, valószínűleg a Szolkon is közrejátszott. Közrejátszott? Hogy volt ez? Konkrétan az alapját adta meg az egésznek. Én a Szolkonnal egy barátomon keresztül találkoztam, akivel együtt szolgálunk a 2-1-1-be, és mondta, hogy van egy ilyen. Pont az általunk átbeszélt, első részben átbeszélt, túl női esetett gyülekezetemben nem volt társam, akivel azt átélhettem volna, amit a Peti nagyon szépen leírt. És hiányzott. Kimondatlanul hiányzott egy férfi közösség, ahol férfiak férfi nyelven férfi dolgokról beszélnek, és együtt mennek Isten elé. És az életemnek eljött egy olyan pontja, hogy most 43 éves vagyok, hát meg nem tudom mondani, hogy hány éve szolkonozok, talán a legelétől nem, ott volt egy időszak, amikor még nem, de már most tényleg elég régóta. Mikor volt hála a Istennek, és... Tehát aki nem ismerné Magyarországon, mikor volt a legeleje? 5 éve? Körülbelül. Feri jobban tudja. De még 2018 környékén indulhatott el az első kihívás. Én 2019-ben csatlakoztam az elsőhöz. Igen. És igen, ez a Barabás Peti barátunk volt, aki lefordította a könyvet, és bevonta az első férfi testvéreket, és ennek az élére állt. Nagyon hálás is vagyok érte, mert hogyha ő ezt nem kezdi el, nagyon sokkal lettünk volna szegényebbek. Én nekem az egész úgy indult, hogy egy ilyen rutin feladat, amit már előtte 1000-szer megcsináltam, egy rutin feladat közben elfogyott a szuflám, és nagyon érdekes volt, hogy hát én ezt eddig tudtam, és még kicsik a gyerekeim, és mi lesz ebből így, hogyha már most itt tartunk. És így adta magát a Jóisten fölkínálta nekem tálcán a Szolkont. És akkor így nagyon megörültem, hogy része a fizikai része, mert egyáltalán nem foglalkoztam a testemmel. Nagyon szeretem Isten igéjét, nagyon örültem, hogy Isten formál engem, lelkemmel is foglalkoztam, de a testem az csak úgy ott volt harmadiknak. És ez a vészes ijesztő, hogy nincs szuflám, ez elindított. És akkor találkoztam a Szolkonnal, és a Szolkonva része a heti futás. Hát én az első 5 kilométeres futáson, már 3 kilométer utána sokak által újra és újra előhozott Barabás Petit, fölhívta, hogy Peti, baj van, mert 3 kilométernél én nekem végem. Azt mondta, hagyd rá, csináld a többit. Hát én onnantól kezdve évekig nem futottam egyáltalán, de bejött a fekvőtámasz, ami nagyon tetszett, hogy kicsit átalakította a felső testemet, ez az jó tesz az önértékelésnek és a fegyelmezettségnek. Voltam én is XCC-n, fantasztikus volt és hatalmas élmény, senki soha ki ne hagyja. De az én életemben a Szolkonra van szükség, és a Szolkonra volt is szükség, ami egy sokkal hosszabb, egy rendszerezettebb, egy fegyelmezettséget igénylő, egy életet igazán úgy, az XCC is képes átformálni, csak amire nekem szükségem volt, az, hogy rendszerbe tegyen engem így hosszabb távon, és mivel nem megy túl könnyen, így azért a 4-6 hetes kihívások elég sokat tudnak ebbe segíteni. Nem vagyok a tökéletes kihívások híve, amikor mindent csináljál tökéletesen. Én mindenkinek azt szoktam mondani, akit bátorítok, hogy egy-két dolgot válasz ki egy kihívásra. Úgy itt van táplálkozás, az igei része, van a mozgás része, és egy-kettőt válasz ki, de azt nagyon komolyan vedd, azt végig nagyon komolyan vedd, és utána ne engedd el. És azt láttam, hogy akik ezt komolyan vették, azoknak az életátformáló hatása van, olyannyira, hogy én aztán utána csak nem tudtam a futástól megszabadulni. Nagyon sokáig kerültem, míg nem 13-14 hónappal ezelőtt egy belső hívást éreztem, Isten hívott engem, hogy kezdjek ebbe bele. És egy rövid ideig egyedül kocoráztam, aztán utána éreztem, hogy edző kell, mert itt is ugyanaz, mint ahogy a Szolkon keretet ad, keret nélkül elveszek. És Istennek kegyelme, hogy nem sérültem le, mert ott tudtam meg, hogy az izmok például 10-szer gyorsabban erősödnek, mint a porcok meg a szalagok,
és nagyon sok ember azért sérül meg, mert elmegy hetente futni egyszer, mint én. Az izmaim erősödtek, már futottam itt egy perces 10 km, vagy egy órás 10 km, és utána a szalagjaim meg nem erősödnek hozzá, meg a porcém, és iszonyat sérüléseket lehet összeszedni, és akkor így Isten elvezetett egy jó edzőhöz, aki aztán utána heti minimum 3 edzést kért. Hát én mondtam, hogy heti max 3 az jó lesz, igazából sose volt 3, és ennek a vége az lett, hogy a tavalyi év végén már nem sikerült, de már ott tartok fizikailag, hogy 80,5 kilométert, az 50 mérföldet futottam volna, hogyha a lelki része, amire a szolgon tökéletesen jó, megfelelően van karbantartva, ugyanis a feleségemmel volt egy össze, nem zörrenés, de nem volt megbeszélve valami, meg kellett volna, és így emiatt csúszott el a dolog, és hagytam összeomolni. Szóval a szolgon is olyan, mint a házas misszió nekem, hogy ezt állandóan csinálni kell ahhoz, hogy hatékony tudjon lenni, viszont egy fantasztikus elhívás lett belőle, nagyon sok ember felé tudok szolgálni, a futók felé az evangéliumot viszem, az evangélisták felé meg a mozgást, mert azt látom, hogy nem foglalkozunk a testünkkel. Nem foglalkozunk a testünkkel, nem kell mindenkinek ilyen szintre fejleszteni ezt. Nekem ez az elhívásom, és én ebben örömmel álltam bele. Viszont azt látom, hogy olyan szinten elhanyagolni is ez szabad, ahogy az emberek általában kezelik a testüket, akár minden miatt, és ugye ezt utána szépen kiegészíti azt, hogy a testünk viszont nagyon mohó és hangos lesz. Most így egyelőre elnyomnám ezt így, és akkor hagyom a felét, aztán majd még jön elő más is. Annyit engedj meg még, Ati, hogy jól értettük, hogy majdnem két, tehát dupla maratonnyit le szeretnél futni, vagy letervezel futni, vagy már akár meg is. Igazából meg lehet volna mondom, tehát a testem már alkalmas rá, igen, ez két maratonnyi táv fölött van, vagy alatt van egy picivel. A leghosszabb futásaim, egy 6 órás futóversenyem, például 56,5 kilométert futottam, azzal ott abban a 48 indulóból a negyedik lettem, a harmadik férfi, és a korosztályomban a második, tehát Isten fantasztikus fejlődést ad, és azonnal indult, hogy nem bírtam lefutni 3 kilométernél többet annak idején. Tehát hát, hogy jó a pár év alatt el lehet jutni. Ez 13 hónap. Fantasztikus. 13 hónap. És ha már csak magunkról beszéltünk, és a számokról, hány kilóval vagy könnyebb, mint voltál? Nagyon sokkal nem, most a bőti időszak azért faragja, egy hét alatt lemenni, lett kevesebb mindenféleképpen, de nem lett nagyon sokkal kevesebb, mert zsír ment lefelé, viszont rengeteg izom jött föl, és az izom ugye nehezebb, úgyhogy igazából egy nagyon jó cserét csináltam. De azért egy pár kiló lement. Azért. Nem voltam kövér előtte, ez annak köszönhető, azért, hogyha komolyabb tartalékokkal rendelkeztem volna, akkor azért ez még látványosabb lett volna. Köszönöm, hogy elmondtad. És Feri, itt vagy köztünk, akivel szintén nekem is megadatott, hogy találkozunk egyszer szolgon keretek között is, ahogy Peti és Ati is találkoztatok. Egy nagyon jó emlékem, amikor 2020. március 1-én, pont a Covid kitörése előtt Budapesten volt egy élő szolkonos istentisztelet, és ott kaptuk egyébként ezt a pólót, ami most rajtad van. Ugye itt a kedves nézők is látják, hogy ilyen felfele mutató nyilak vannak. Mit jelent számodra? Nagyon jó, köszi. Feri, mit jelent számodra a szolkon, és mit adott számodra? Hát először is Attilának gratulálok az elért eredményekhez. Nekem az életemnek a részévé vált a gyaloglás, a séta. Én az 5 kilométereket így tudom teljesíteni, nekem a térdeim azok mindig visszadumálnak, hogyha különösebben megpróbálok kocogásba gondolkodni. A másik, ami beépült az életembe, a sokkal fegyelmezettebb reggeli imádság. Ugye általában az volt a rossz, hogy persze imádkozom, de szóródik a figyelmem is. És átveszi a délelőttnek az irányítását az, hogy mindenfelé kalandozok. És az, hogy a Szolkon könyv azt javasolja, hogy térdelj le, és mondd el a mi atyánkot, és imádkozz utána a családodért, és a társaidért, és önmagadért. Ez valahogy az életem része lett, hogyha 5 percem van, akkor ez 5 percben megtörténik, hogyha több időm van, akkor természetesen tudok közben járni nagyon sok mindenért, de az, hogy ez egy tartható az életem része, és ugye az ember azt várja, amikor imádkozik, hogy valami nagy dolog történjen. De azt gondolom, hogy a mennyiségből következik a minőség, tehát amikor az ember egy alkalommal végre imádkozik, akkor valószínűleg semmi nem fog történni. Viszont, hogyha az ember rendszeresen imádkozik, akkor egyszer csak Isten szól, ismét szól. Jönnek olyan időszakok, amikor egy kicsit szárazabb minden, jönnek olyan időszakok, amikor minden megtelik élettel,
van, amikor nagyon intenzíven szól, van, amikor az igén keresztül inkább szól, de az, hogy rendszeresen ki tudunk tartani az imádságban, akkor vannak meg ezek a dolgok, ezek az élmények, amiből töltődni tudunk, akkor tapasztaljuk ezt meg. Tehát ez olyan, ami beépült az életembe. A 2020-as év, amit Krisztián emlegetett, én már 19-ben részt vettem szólokon, kihívásokon, és nagyon sokat adott nekem. 2020-ban, ez a Covid éve volt olyan, hogy ez a bizonyos kihívás, ez hozott áttörést az életem több területén, és még a Covid előtt utoljára elmentem én is XCC-re, arra a bizonyos tavaszira, és az első olyan élményem volt, hogy ez a személyes találkozás, Attila is ott volt akkor, azt hiszem Krisztián is, és még nagyon sokan a csapatból, Petittel még talán akkor nem. Illetve az XCC-n szintén egy ilyen szolkonból összeverődött csapattal indultunk el. Az első alkalom volt az életemben, amikor férfi barátaimmal összeölelkezve imádkoztunk. Egy olyan fajta mély férfi baráti keresztény közösséget éltem meg, ami addig ismeretlen volt számomra. Olyan szolgálatban voltam, ahol éppen akkor nők vettek körül, én voltam az egyetlen férfi a csapatban. Velük volt lelki közösségem, de nem volt. Tehát valami hiányzott belőle, ami nem az ő hibájuk, nem a lányok hibája. És ez ott akkor helyre billent. Számomra ez a férfi barátság, ez a számon kérő, bátorító, előrevívő férfi barátság, ez kincset ér. Hálás vagyok, hogy elmondtad, Feri, és előtte Attila és Peti. Én azt gondolom, hogy azzal bátorítanék minden férfi keresztény testvérünket, akik nézitek ezt a videót, vagy hallgatjátok, hogy a testünk, azt mondja a Biblia, hogy a Szentlélek temploma. Éppen ezért fontos nem csak a lelkünket ápolni, ez is nagyon fontos, ugye, igeolvasás, imádság, hanem nagyon fontos a séta, túra, futás, edzés, mozgás, és ebben egy jó eszköz lehet a szolkon. Ennyi fért a mai beszélgetésünkbe. Bármi egy mondatos búcsú gondolatotok van esetleg, mielőtt egy pár ilyen közérdekű infóval lezárom, erre még van lehetőségünk. Én nagyon szerettem volna még a Ferihez kapcsolódni. Először is a futással kapcsolatban annyit szerettem volna, hogy Isteni a dicsőség. Tehát, hogy ez az ő elhívása, ez a fejlődés az övé. Ez lényegesen gyorsabb, mint a futók átlagos fejlődése, és ennek pont az az oka, hogy a futók kíváncsiak legyenek az én titkomra, és az én titkom Jézus. Tehát, hogy igazándiból ezzel szeretném ezt a részét zárni. A másik az, hogy ezen az alkalmon ott lehettem, amiről a Feri beszélt, és az egy csodálatos élmény volt már, mint az együtt a szóknos Isten tisztelet, ahonnan a póló is van. Az egy fantasztikus dolog volt, kár, hogy nem sikerült többször, nem tudtuk összehozni. És még az volt bennem, ami viszont egy kicsit hosszabb lett volna, mint egy mondatos, nem tudom, ezzel a bővítel kapcsolatos dolog, hogy engedjük ezt akkor most el, Krisztián? Szerintem, ha már megemlítetted, akkor erre van még egy-két perc, mert a bővít is egy fontos eleme ennek a programnak. Miről is van szó? Szolkonon belül találkoztam először úgy aktívan gyakorolva a bőjtőt, egynapos bőjtőt, vagy kicsivel több, mint egynapos, egyik vacsorától a másik reggelig. És jó volt, igazándiból jó volt ezt így tudni, hogy együtt ajánljuk fel a szenvedésünket az Úrnak, és nekem a 18 év alatt ez kimaradt, igazándiból a szolkont leszámítva, ahol célzottan együtt csináltuk. Viszont az új közösségem behozta az életembe, és most nagyon értékes tapasztalatokat szereztem, ugye az első héten vagyunk túl. Nagyon érdekes dolog a test odaszánása. Én nekem ez ilyen szint, a szolkon is, az XCC is azért ezt már úgy feszegette rendesen, és nagyon sokat lehet ebből meríteni, viszont ez egy külön eszköz hozzá, és nekem nagyon felpestítette a hitéletemet, az Istennel való kapcsolatomat. Nagyon hálás szoktam lenni, amikor Isten szól hozzám és vezet, és akár bármilyen jellegű szolgálaton, akár házas misszión keresztül, mikor Isten rajtam keresztül bárkinek tud adni bármit. Ez fantasztikus. Viszont most olyan szintű párbeszédet tapasztalok Istentől, ami ennek a bőti időszaknak köszönhető, és a nagyobb odaszánásomnak is, az igazán elváró szívemnek Isten felé, napi szintű, a reggeli futásaimban beszélgetésekké alakult át ez a nem csak imádkozom, hanem együtt vagyunk Istennel, és ez egy nagyon jó dolog, és ezt ennek is az alapjét a szolkonnak köszönhetem, és utána egy olyan közösségnek, ahol ezt értik, tudják is, és közösen csinálják. Erre is szeretném bátorítani az embereket, hogy járjanak ennek utána, mert
mert kincset rejt. Igazándiból ennyit szerettem volna, ami belefér röviden. Köszi. Anna. Peti. Köszönöm. Számomra, hogyha egy gondolatban össze kellene foglalni egyrészt azt, amit a Szolkon adott, másrészt, amit meg valamiféleképpen biztatásképpen adnék, az két szó, amit én is sokszor hallok gyülekezetben is, meg magamban is, légy hiteles. Tehát az, amiben vagy, abban legyél úgy hiteles, és nyilván ebből benne van már a hit szavunk, magyar nyelvnek sok-sok ilyen gyöngyszeme van, hogy szavakkal többet kifejezünk, mint hogy körülírjuk, hogy igen, ez attól lesz igazán hiteles, hogyha ez Krisztushoz köt bennünket. Nagyon fontos hiteles férfinak is lenni, vagy hiteles férfiakat is látni, de szerintem sokkal fontosabb, hogy hiteles hívő férfiakat lássunk magunk körül, és erre én azt gondolom, Isten használja ezeket a dolgokat, formál bennünket általa. Én azt kívánom, hogy minél többen éljünk ezzel, formálódjunk ezáltal. Legyen így. Feri, bármi záró gondolat még részedről? Én bátorítani szeretnék mindenkit, hogy merj kilépni a kényelmetlenbe, merj kilépni az ismeretlenbe. Jákob nagyon kedves bibliai figurám, de nem akarok már leragadni nála. Ő hozzá Isten két alkalommal szólt nagyon erőteljesen. Egyik alkalommal sem ágyban aludt. Szóval merj elindulni, és merd megélni azt a vadságot, azt a férfiasságot, amire Isten elhívott, ezt erre bátorítom a férfi testvéreket. Ez most megérintett, és eszembe jutnak azok a sátrazások, akár Erdélyben, akár a északi középhegység egyes dombjain, hegyein, amikor XCC és társakkal voltunk. Semmiért se adnám. Na hát, kedves nézőink, a Szolkonnak van honlapja és YouTube csatornája is. Ott az a jó és fontos dolog, hogy ezek az áhítatok, amik nekünk sokat adtak így menet közben, a legtöbb össze van gyűjtve, és hallgathatjátok. Jó magam is van ott egy-két áhítat, Kis Máté evangélikus lelkipásztor, aki szintén az evangélikán csoport tagja, tőle is, és szerintem tőletek is egész sok ilyen áhítat van. Most már tényleg zárjuk a mai beszélgetést, több helyről csatlakoztunk be, Nyíregyháza mellől, Szeged mellől, innen Fehérvár mellől és Budapestről. Isten áldjon mindannyiunkat, Istennek fontosak a férfiak, az egyháznak is nagyon fontosak a férfiak. Legyünk a helyünkön, még így bűnösként bukdácsolva is, de ne maradjunk egyedül. Szerintem ez egy nagy tanulsága az életünknek. Voltunk már mindannyian egyedül, és tudjuk, hogy az milyen. Úgyhogy keressük egymást, keressük az evangéliumi férfi közösségeket. Ennek hallottatok ma egy-két jó eszközét. Isten veletek, és reménység szerint újra találkozunk hamarosan. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.